Yes, yes, szavazodnak mindenkinek ezen a szép napon reggelen, délutánon, nálunk rettentő jó ide van, képzeld el, mutatom neked, egy felhő nincs az égen. Én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen idő, hogy egy felhő nem volt az égen, bár ott egy nagyon picikális bárány ott a fa mögött, látod? Úgyhogy kivisszük a jetskit, lenyomjuk, amíg amúgy elég koszos a víz még a ugye nagy esőzéstől, meg a vihartól, de kivisszük egyet a jetskit. Ugyanis ki akarok menni, hát hogy ilyen nagy hullámok vannak, és tudok ugralgatni a megint a hullámogója ott a vizen, rettentően szeretem. De még mielőtt elmegyünk, van hozzátok egy kérdésem. Ugye, aki tudja, hogyha régóta néztek a videót, vagyis egy jó ideje most már, eddig én tanultam. Nem másnak tanultam, mint nyomozónak, nem sokára milyenek ilyen magán nyomozónak, és befejeztem az iskolát, hogy átmentem-e vagy nem, azt még nem tudom. Ki fog derülni valószínű, hogy egy pár nap múlva, vagy egy hét múlva, de befejeztem az iskolát. És néztem a YouTube-on ilyen videókat, és vannak olyanféle fajta videók, ilyen, végülis nem az, hogy nyomozói videók, vannak nyomozói videók is, tehát meg kell oldani ügyeket. És néztem ilyen videókat, ugye, hogyha az FBI-hoz, ugye Amerikába akarsz jelentkezni, végig kell menned egy ilyen tesztet, és találtam egy ilyen tesztet. Ami elég érdekes, kérdezek érdekes kérdéseket, lehet, hogy ezt megosztom majd veletek, de ezzel találtam ilyen vicces, érdekes kérdéseket is, az is végülis ilyen nyomozáshoz a való kérdés, féle fajta. Arra kíváncsiak, hogy működik az agyad. És gondoltam, hogy ezt az egyik kérdést megosztom veletek, kíváncsi leszek rá, hogy hányan tudjátok majd rá a választ. Gondoljátok ide, a videó alá írjátok meg, tehát elmondom a kérdést. Ha gondoljátok, állítsátok meg a videót, gondolkozzatok rajta, és utána válaszoljatok ide, írjátok meg, hogy ti mit találtatok ki. Na, olyan nehéz a kérdés végül is, ez a kérdés elég egyszerű, próbáltam egy olyan kérdéssel kezdeni, legalábbis ebben a videóban, ami egy kicsit úgy könnyebb. És hogyha gondoljátok, akkor folytatjuk tovább valami nehezebbel, hogyha nem, akkor lehet, hogy csak ilyen buta ötlet volt, lehet, hogy csak én vagyok rá kíváncsi, mivel ilyen nyomozást tanultam. Na minden, mondom a kérdést, jó? Ez egy végülis angolul van, de én próbáltam lefordítani magyarra. Tehát, a kérdés a következő, nem is a kérdés, mondom a szöveget. Tehát, egy apuka és a fia mennek autóval az autópályán. Mennek, és egyszer csak karamboloznak. Sajnálatos módon az apuka belehal a sérüléseibe, a gyerek nem hal meg, de rettentő súlyos sérülései vannak. Kijön a mentő beviszi a kórházba, és mikor tolják be a kórházba, odaérkezik az orvos, és az orvos ránéz a kisgyerekre, és azt mondja, ez az én fiam! Ez hogy lehetséges, hogy az orvos ezt mondta? Gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg. Én remélem, hogy rendesen le tudtam fordítani. Gondoljátok, állítsátok meg egy pillanatra a videót, gondolkozzatok rajta. Úgyhogy, mondom! Lehet, hogy kigondoltátok, lehet, hogy nem gondoltátok, lehet, hogy rosszul mondtam, bár én próbáltam rendesen lefordítani, amit mondtam. Tehát, ez úgy lehetséges, hogy az orvos a gyereknek az anyukája. Tehát én először hirtelen arra gondoltam, hogy az apukája, hogyan, de... Tehát attól függ, hogy működik ugye az agyad. Tehát az apuka belehalt, és ez az anyuka az orvos, de ugyanaz a fiú. Na minden? Nem tudom, én érdekesnek találtam, angolul lehet, hogy egy kicsit jobban hangzik, és lehet, hogy egy kicsit olyan zavarosan fordítottam, nem tudom. Na minden, ha gondoljátok, írjátok majd ide meg a videó alá, hogy mit szóltok hozzá, legyenek még ilyen érdekes kérdések, vagy inkább kezdjük azokkal, nem az, hogy kezdjük, de mondjak egy pár olyat, ami egy kicsit olyan komolyabb, vagy viccesebb, nem tudom. Na minden, gondoljátok, írjátok meg, úgyhogy mi most nem más csinálunk, mint húzom a... Minek hívják, tudod, hogy bekened magad, hogy ne égjen le a fejed. Bár tegnap is bekentem magam, ugye elvittem a jazzkét, és úgy leégett a fejem, mint a fele, ilyen paprikás voltam, de reggelre szépen elment, mert vissza bekentem. Aztán, ami érdekes dolgot akartam nektek mondani, képzeljétek el, tehát elmentem jazzkizni, ott ugrálgattam a hullámokba, és senki nem volt a közelben, kivéve egyetlen egy jazzkis ilyen gyerek, ilyen 20 éves gyerek lehetett, és megyek, meg jön felém közel, mondom, te ez nekem akar jönni, vagy mit akar? És odaért, képzeld el, közel hozzám, és mi mutatod, hogy álljál meg! Mondom, mi cápa van? Vagy mi van a vízre, vagy miért kell megállni, vagy mi történt, vagy baja van? De mondom, megy a jazzki, úgyhogy nem lehet majd bajba. Megállok, mondom, mi van? És odaért hozzám, azt mondja, te, hát én éged ismerlek, te vagy az a gyerek a YouTube-ról, nem? Mondom, ja, én vagyok az, te! Én úgy meglepődtem, az egész vicces dolog az egészben, képzeld el, hogy nem a magyar videókból ismert meg, hanem az ausztrál videóból, ugye az angol videóimban, amiben angolul beszélek, mikor vettem a jetskit, mikor vásároltam, és feltöltöttem azt a videót, az a videó, képzeld el, ha jól emlékszem,
olyan körülbelül 300 ezeren nézték meg azóta. És ő abból ismert meg engem, azt mondta, tehát én ismerlek téged. És ott beszélgettünk egyet, ugye őnek is volt egy jetskije, ilyen nagyobb jetskije. Kérdeztem tőle, nem akarunk egyet cserélni. Mondom, én kipróbálom most a nagyobb jetskit, ugye, ami gyorsabban megy, meg kik szerette volna próbálni az enyel. Tehát cseréltünk jetskit, őnek rettentően tetszett az én jetskim, nekem is tetszett az ő jetskije. Bár máshagyta, az övi az ilyen nagy, ilyen erős, ilyen másfajta, de nem lehet olyan trükköket vele csinálni, mint az enyémmel. Tehát, hogyha választanom kellene, nem tudom. Az jó, hogyha hosszú útra akarsz menni és kényelmes, az enyém meg jó, hogyha ugratgatni akarsz, bár az is lehet ugratni, de az én az arra jó, hogy trükközni akarsz. Úgyhogy, na minden? Csak gondoltam, hogy megosztam veletek, ugyanis rettentő érdekesnek találtam. Na, ja, letesszük ide a kamerát, és bekenem a fejemet ezzel a napkrémmel. Látod, hogy ne nagyon égjek le, aztán elindulunk. Töltöztem, ahogy látjátok, lecseréltem a kamerát, a GoPro-val filmezünk tovább, hogy megtöltjük a jetskit benzinnel, és indulunk! Kikötöttem a GoPro-t ide, a jetskimet, hogy véletlen elhagyjam. Nincs ilyenek olyan nagy hullámok, már komolyan mondom. Egyáltalán nincs itt semmi, úgyhogy azt hiszem, hogy megnézzük oda az óceánra kimegyek. Legalábbis egy darabig megnézzük, hogy megpróbálják ott a hullámok, ha túl nagyok, akkor kimegyünk. Megnézzük együtt, ha túl nagyok, akkor max visszafordulunk, aztán valamerre elmegyünk. Tehát amit akkora hullámok voltak itt mögöttem, komolyan mondom, teljesen több méteresek, ha meg semmi. Na mindegy, úgyhogy menjünk arra, mutatom. Arra kifelé, látod? Töréspont mögött, és ha arra elnézünk, rettentő nagyok ott. Ha arra kimennék, biztos felfordítana minket a jetski. Oda nézzél. Ha látod azt a jetskit? Jó nagyot lehet ebben ugrani, csak a véletlen leessel, akkor bajba vagyunk. Ugyanis nincs másik jetskit velem, hogy valaki, aki ugye kihúzna. Azta, ne! Na nézd, erre is jön. Átnézzünk a túloldalra is. Arra nézz, ekkora hullám jön. Itt nincs gond, csak ott mikor megtörik, aztán rád akar esni. Ó, de! Ha-ha! Mondod, hogy hajóval lennénk, jó nagyot himbálóznánk. Na, kinézzünk a túloldalra is. Mit találtam? Egy hajóroncsot. Ez már régóta itt áll, mondom, senkinek nem kell, senki nem vitte sehova. Valószínűleg a viar szétverte, vagy elsüllyedt és ide kirakták. Amúgy egy ilyen katamarán volt valamikor régen. Nem tudom, ezt hogy fogják innét elvinni. De ahogy mondtam, jó ideje most már itt van. Nem tudok nagyon közel menni, mert nagyon pici a víz. És a jetskiben nem tudok oda kikötni, az a baj. Ha csak nem, nagyon magas ugye a víz, de jelenleg megy lefele. Majd talán legközelebb megnézzük közelebbről is. De a túloldalról megpróbálok átvenni, bár nem hiszem, hogy ki tudok kötni. Kikötöttünk, megálltam egyet itt a szigeten. Körbenézünk, gondoltam, már rettentő régen nem voltunk amíg itt. Látod? Ez az a sziget, nem tudom ki emlékszik meg ki nem. De itt szoktak lenni ilyen valabik, azok egy picik is olyan kengurúféle állatok. De egy jó ideje már nem jöttem el idáig, nem tudom, hogy miért nem. Mindig ott szoktam megállni, ott szoktam ugratgatni, meg kimenni ugye az óceánra. Bár kint az óceánra nem tudom, mennyire lehetett látni, hogy ennyire nem. Rettentő nagyok voltak azok a hullámok, nem tudom, hogy lehetett hallani, meg nem, hogy mit mondtam. A kamerán ugye annyira nem lehet látni, nem lehet érzékelni, hogy milyen nagy az a hullám, meg milyen erős, de hidd el nekem, rettentő nagy, meg nagyon erős. Néha ki szoktam menni, nem olyan túl sűrű. Ha nagyon rossz az idő, akkor nem megyek ki, ugye hát, ha valami történik, és leesik a jetskiről, nehéz rá visszamászni. De ma nem volt olyan túl rossz idő, azt hittem, hogy kicsit kisebbek lesznek a hullámok, bár elég nagy volt, ahogy láttátok. A nüköszel egyáltalán nem szoktam kijönni, csak én megyek mindig ki egyedül. Ott megyek egy kört, és szeretek oda kijárni. Régen nagyon szoktam félni tőle, de amint tudod, hogy ugye merre megy a víz, meg hogy viselkedik, utána nem kell félni, tehát most már egyáltalán nem félek tőle.
simán kimerek ugye menni. Nézd valami szemét, látod, kihozott a víz. Megtörjük a kamerát. Simán kimerek most már menni. Hajóval még nem próbálkoztam, majd lehet, hogy egyszer az is megfogunk, de jetskivel. Most már nem félek. Na. Aztán megyünk tovább. Itt nincs semmi oda. Nem tudtam kikötni az a roncshoz, ugyanis pici a víz. De majd legközelebb, hogyha nagyobb lesz, megpróbálok megállni, aztán megnézzük, hogy mi maradt belőle, vagy mi van benne. Úgyhogy azt hiszem, most megyünk tovább. Végeztem! Képzeld el, hazérkeztem, megbrotválkoztam, hogy látjátok, meg is zonyoztam magamat, meg is ebédeltünk, pihentünk is egyet. Ilyenkor jetskizés után komolyan mondom, hogyha egy ideig nem használom, rettentő izomlázom van, fáj mindenem. Ugye ahogy mész rajta, meg tartani kell magadat, meg forogni, meg pörögni, meg ugratni, meg minden, nem kell, de ugye az benne jó. Rettentően le tudja fárasztani az embert, és másnapra olyan izomláza van. De az idő még mindig jó. Hogy mutatom nektek, nem tudom mi történt. Elment az összes felhő, egy-kettő ilyen nagyon picik ugye van a háttérben, de jetskit kimostam amúgy. Jó idő van, remélem, hogy ide idő is marad most egy darabig, bár jövő hétre képzelve megint mondja az esőzést. Úgyhogy én most nem más fogok csinálni, én fogom a telefonomat, és meg fogjuk osztani a mai videót. Mármint nem ezt a videót, hanem érted, a mai videót. Na minden. Valamit, mint akartam volna úgy mondani, csak nem tudom mit, kiment a fejemből. Na minden, eszembe jut majd a következő videóba, megkérdem tőletek, vagy elmondom nektek, csak nem tudom, hogy mit. Na minden, már ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, hogy legalább jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!